Sziasztok, és Pál Tamás vagyok, nézzétek a Sport 365 TV-t. Egy luxusautó és két hatalmas busz áll a Bozsi stadion parkolójában. Megérkezett Budapestre a dúsgazdag orosz kirakat csapat, az Anzsi Mahacskala, amely a Honvéd elleni Európa Liga párharc visszavágója miatt vendégeskedik hazánkban. Fedélzetén a világ legjobban kereső játékosával, Samuel Eto'oval, a korszakos holland mesterrel Huss Hiddinggel és a brazil dinamitlábú Roberto Carlossal, aki ugyan már nem vethető be a pályán, de az edzői stábot és a sztárok sorát is kétségtelenül színesíti. Of course, we have come to Budapest. Természetesen azért jöttünk Budapestre, hogy tovább jussunk. A hazai pályán megszerzett egy gólos előnyünk nem rossz, de nem is túl biztonságos, úgyhogy meg kell dolgoznunk a sikerért. A Honvédnak megvoltak Oroszországban is a lehetőségei, az esélye pedig nem szállt el, biztos, hogy küzdeni fog, így nem lesz könnyű dolgunk. Két vagy három gólos előnynél egy csapat biztosan nyugodtabban készül, mint mi, a minimális előnyünk birtokában, de bízom a csapatomban. Az első meccsen meglepett minket a Honvéd a bátor játékával. Tudtuk, hogy veszélyesek a játék bizonyos elemeiben, és ezt igazolták is. Akik figyelemmel követik a klubunknál folyó munkát, tudják, hogy most kezdődött a szezon, és a felkészülés közben nem az eredménycentrikusság volt jellemző ránk. Mivel az első tét meccsünk a Honvéd elleni első mérkőzés volt, ezért akadozott még a játékunk. Csütörtökön remélhetőleg gördülékenyebbek, folyamatosabbak lesznek majd a támadásaink. És akkor a siker sem maradhat el. But we're going to play those games seriously.